Ha önmagamat adnám, már egyikünk se létezne, de ez amúgy is rólam szól, vagy rólam pedig egy mind szóval mindegy. Az igu efi rámeák, imagyu a selmi, vigályek metuva imandel. Ez új magyarul van, csak én lényekkel beszélek, ami most következik. Te lecsúszott utolsó utáni szerencsétlen, általam oly szeretve gyűlölt, sopánkodó, gyászos, allelujául káromló panasz halmaz. Rágjam be a szívedbe az enyémet, hogy szakad rád az áldott boldogság, amiért ide sikerült születned. Csillag jegyed az égvilág parti hajójára, már megváltottad, jön a borulás. Lehetsz annyira underground, mint a földteremtő kultúrájának, vagyis a magyarnak a történelme, de mint a hip-hop, ez is pop lesz, és a bolygónak top ez. Mindenki mitológia, vagyis epic win. A címermadarak az én fiókáim, csak nagy a hiszti a fészekajban. Noha ez is játék a NASCAR-tól a Stonehenge-en át, akik hiszít az istenek, vagy kilakik. Prokontra Krisztus, mindenkit feláldozok az univerzum megváltásáért, aztán ha ebből pénz is lesz, már tényleg lehetek bárki messiása, agyam is milyen. Jó ez, csak hagyd, hogy neki lássak, beelsegetem szellemem lelkedbe. Én meg leugrottam openelni az aratást, ez a fehér rúfia maffiája. Viszont itt ez a szindikátus, hogy tanulom a héber misztikát is. Ábrahám és Nimrod ülnek a kávézóban. A kultúra üti a rasszizmust, futó az E3-ra. Beteszik a folytatást kánonba. Jaj, babám, úgy szeretlek, asszimilálódjunk már egymásba. Teljes a kilét, mindenki felel mindenkiért. Teszünk a flóra, bejön a fényfauna fortunája, hogy attól a tiszta gyümölcsöt a gája. Előre szoktam közölni magam után pár évvel, úgy vagy a hangommal, mint a repülőgéppel. Hullám hosszán táncolsz te is. Addig filóztál a világ sorsa, hogy tükörképeddé válok. Szégyelheted magad, de bármelyikünk hülyessége mindkettőnké. Előre tolt háttérhatalom lettem, és vagyok ő, aki van. Az asztaltársaságban én vagyok a háromszögfejű szem, és élő adásban közvetítem egyenesen tőlem a frontális agymosást. Boldogak-e leányok és legények, mert övék a szlemnek országa. Én meg hozzá az első, aki utoljára meghajlott. Híveim száma minden dimenzióban növekszik, és elszabadulásuk lesz az utcai asztralizmus. De ráérünk, addig maradok, ha nem sietünk sehova tanulja. Politikával is csak akkor foglalkozunk, ha nem találtunk nőket, és honfitársaim, ahogy egy kínai közmondás tartja, jobb meggyújtani egy gyertyát, mint átkozni a sötétséget. Sajnálatosan sajátos módon sikerült bebizonyítanom, hogy személyiségem előadását nem gyakoroltam be úgy, mint a nálamnál javarészt idősebb, tapasztaltabb, így tehát valószínűleg életpálya és lélekállapot tekintetében teljesen stabil és önmagával tisztában levő szabad és világos tudatú többi sorstársam. Én meg amolyan alakulóban vagyok, a holnap demója, a vesző.